Most pedig kérlek benneteket, hogy a Bibliátokat nyissátok ki, mert a folytatni fogom az Isten nevével, pontosabban azért ne csak egy ilyen formális névre gondoljatok, mert már beszéltem arról, hogy a név az hordozza a személynek a lényegét, vagy legalábbis a személynek a legfőbb tulajdonságait. És már beszéltünk arról, hogy az Úristen mit jelent, olyan először is ugye az Istenek a névadásáról, amit Mózesnek jelentett ki. Beszéltünk arról, hogy mit jelent a Jákve Elohim, illetve a Jákve Jíre, amit a Szentlélek, illetve az Úr, a Ábrahámnak jelentett ki Mória egyén. Most pedig menjünk tovább, mert ha mindig ismételek, akkor nem tudunk előre jutni. Pedig nagyon fontos további kijelentések, igazságok, Isten nevével kapcsolatosan, mert a megváltásnak az alapigasságai, és egyben a mesiásnak, a személyiségének és munkakörének, tehát a mesiási programjának alapvető területe területeit is jelenti. A következő ige, amit fel fogok olvasni, a 2 Mózes 15 ben található a 26. versszakban Ugye itt Izrael fiai, Kijöttett már a Veres-tengerből, ketté választotta Isten a Veres-tengert, és három napig menepeltek, és nem volt víz azon a helyen, ahol a menetelés zajlott, és végül is eljutottak Márába, ahol ö, találtak forrást, de a víz nem volt iható, keserű volt a víz. Ezért ezt a forrást elnevezték Márának és zúgolódott nagyon a nép Mózes ellen, és követelőztek, hogy mit ígyunk, adjon Mózes nekik vizet. Majd a 25. verszakban olvassuk, hogy Mózes a nagy szorongatásban, hogy a nép ugye vádolta, keserűséggel szidalmazta, az úrhoz kiáltott, és az úr kiválasztott ott egy fát, és mondta az úr Mózesnek, hogy ez besebe a vízbe. És Mózes bevetette ezt a fát a vízbe, és megédesedett, és ott adott, azt az úr nekik, rendtartást és törvényt. És a lényeg, ami a mi témánkkal kapcsolatos, az a 26. versszakban található következő tartalmaz a 26. verszak. De olyan nagy fontosságú igény, igazságot tartalmaz a 26. verszak, hogy kélek benneteket, hogy közösen, hangosan olvassuk fel a 26. verszakot, mert azt gondolom, hogy erre szolgálatra mindig szükségünk volt a múltban is, meg hát nem akarok negatív lenni, de előfordulhat, hogy a jövőben is szükségünk lesz erre és mondja, ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, azt cselekszed, ami a kedves ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád, ama betegségek közül, amelyeket egyítomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítod. Ámen. Tehát mit jelentett ki az Úr önmagáról, hogy én vagyok az Úr a te gyógyítót. Vagyis egy új nevet ismerünk meg az Istenről, a Jakvéről, vagy Jehováról, a Jakve Rafa, tehát az Úr a te gyógyítót. Tehát az Isten kijelentette azt, hogy ő az, aki Izrael fiaitól leveszi, a testükről leveszi a fájdalmat, leveszi a betegségeket, erőtlenségeket, Addig Izrael fiai is fizikailag olyan állapotban voltak, mint az egyiptomiak, de a Máránál egy hatalmas, nagy fordulat állt be az egészségi állapotukba, mert az úrnak a kenete, úrnak a kegyelme kiárat az életükre, és levette róluk az egyiptomnak a betegségeit, csapásait és olvasuk az egyik zsoltárba, ugye, hogy férfiakat számolt a Biblia, azért mondtam, hogy az Ószövetség egy kicsit enyhén, de nem bántóan, nem sértően, de a, a férfi sovinizmus oldalán áll. Tehát 600 ezer férfi vonult ki, a 600 ezer férfiban nem voltak benne a hölgyek, tehát a számban nincsenek benne a hölgyek, és nincsenek benne a gyerekek. De az egyik zsoltárban azt olvasjuk, hogy egyetlen egy se volt közöttük betek. Tehát ez a szövetség a gyógyulásnak, a gyógyításnak a szövetsége tulajdonképpen, hogy Isten elkötelezte magát Izrael fiai számára, hogy meg fogja őket gyógyítani, illetve leveszi róluk az Egyiptomnak a betegségeit, és egészséges élettel és illetve testtel áldja meg őket. Ez olyan tartósnak bizonyult, hogy egyetlen egy beteg ember nem volt közöttük. Ez a mai korban egy elképzelhetetlen, mert ugye hát nyugodtan megszorozhatjuk, a 600 ezret minimum négyes számmal, vagy akár öttel is, azt gondolom akkor se túlosztunk. Most képzeljétek el, hogy ilyen nagy tömeg között, több millió ember között egyetlen egy beteg ember sem volt, de aztán tudjuk, hogy aztán lett beteg, amikor zúgolódtak, és a mérges kigyók kezdték őket megmarni, de abból is Isten meggyógyította őket, de most maradjunk tovább itt ennél a fontos igazságnál, tehát itt jelentette ki az Úr a mesiásnak a fontos tevékenységét, a megváltásnak egy alapigazságát, hogy a megváltás nem csak a szellemre, nem csak a lélekre vonatkozik, hanem az ember Teste is e, e, beletartozik, a názeti illetve maradjunk még csak a, a, az úrnál, az úrnak a mesiási programjával. Tehát az úr terve van az ember testével kapcsolatosan, akik vele kapcsolatban, illetve szövetségre lépnek, azokat az Isten megszabadítja. Ebből az igéből, kielentésből megtudhatjuk azt is hogy eredendően szeretném aláhúzni nagyon kétszer az eredendő kifejezést. A betegség a bűnnek a következménye. Ez nem azt jelenti ma, hogyha valaki beteg, közvetlenül a bűn az okozója. Egészen másról van szó, is lehet szó. Tehát most ezekben a különböző okokban, ami miatt egy embernek a teste elveszíti az egészségét, abban most nem megyünk bele, mert hisz a lényeg nem is az, hogy valaki miért betegszik meg, hanem a lényeg az, hogy a hívők megértsék azt, de nem csak a hívők, hanem az emberek is, hogy az Ábrahámnak az Istene, Jákobnak az Istene, Izraelnek az Istene, az gyógyító is. Gyógyító hatalommal is erővel rendelkezik, hatalma van a tested fölött, és ezt a hatalmat nem a testednek a megromtására használja, akarja használni, hanem arra, hogy a tested erős legyen, egészséges legyen, ép legyen. De van az egészség megtartásnak egy alapvető feltétele, ahogy láttátok, hogy a betegségnek az egyik, a fő oka az Isten igényének való engedetlenség, az egészség megtartásának pedig az oka az Isten igényének való engedelmesség. Tehát ez az az alapvető igazság, ami végig vonul a Bibliában, de újra szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket az alapigazságokat alapigazságnak, eredeti igazságnak fogadjátok el, de ugye az eredet után sok minden történt, hát közel már ezer éve zajlik a világ történelem, és sok minden dolog bejött, az embernek a teste sincs olyan állapotban, mint volt ezelőtt 4000 éve, tehát vagy 3500 éve, tehát ezeket mind figyelembe kell venni természetesen, tehát éppen ezért, amikor beteg emberrel találkozunk, vagy betegséggel mi magunk is kilódunk, akkor nem az a lényeg, hogy az energiádat és az idődet arra pazarolt, hogy megtudj, hogy mi az oka a betegségednek, hanem az energiádat, a lelki és szellemi erődet arra kell koncentrálni, hogy minél előbb az Úrtól birtokba tudjad venni a gyógyulásra vonatkozó ígéreteket, hogy meg tudjál gyógyulni és egészséges legyél. És Isten megígérte a profétáján keresztül, Izajás profétáján keresztül, hogy a mesiás az embereket a fizikai betegségeikből, és erőtlenségeikből is meg fogja váltani. Nézzük meg ezt a nagyon fontos alapigéretet, mert ebből lehet beazonosítani a názeti Jézus Krisztusnak a megváltásának a tártkörét, a munkakörét, mert ha nincs az ószövetségben az az igéret, amiről beszélünk, akkor nagy valószínűség szerint az, az új szövetséget rosszul értelmezzük. A szentírás mondjuk közösen fel nem bontható. Tehát először mindig az Ószövetséget kell megnézni, hol van az ígéret, mert a názeti Jézus Krisztus semmi olyan dolgot nem tett, ami az ígéretekkel szemben áll, vagy ígéreteken kívül áll. Ő azért jött, hogy az Istenek az ígéretei igenné és ámenné váljanak ő benne. Tehát ezért nézzük meg az 53. fejezetet Ézsajás profétánál, amely a megváltásnak a különböző területeit tartalmazza, hogy mit mond Isten igéje a mesiás feladat köréről. A negyedik és az ötödik verszakot fogom felolvasni. Pedig a olvasok fel, mert ez is egy alapige a Bibliában, nagyon sokszor idézik, nagyon fontos ezeket megtanulnod, memorizálnod, mert hidd el nekem, hogy nincs olyan gyógyszer, amelynek akkora gyógyhatása lenne, mint az Izajás 53. 4. és az 5. verszakában található ígéret. Aki egyetért ezzel az állítással, az mondja rá egy áment. Amen. Az Amen a legrövidebb hitvallás. Amikor hirdetjük Isten igét és áment mondtok, én nem, nem vagyok ö, ö, hiú ember, szerintem, persze lehet, hogy elfogult vagyok magammal, de nem azt akarom, hogy nekem ámenozzatok, sokszor ezt, ezzel vádolnak, hanem azt szeretném, hogy az ige bejusson a szívedbe. A szívedbe pedig hitvallás által jut be az ige. Ezért Amenosnak a jó gyülekezetekben az emberek, amikor hallják az Isten igéjét, akkor kifejezik azt, hogy elfogadják. Mert ha elfogadják, akkor bemegy az ige hozzá. Ha néma vagy, akkor csak ott van a szíved előtt az ige. A szívnek az ajtaját mindig meg kell nyitni az ige előtt, és ez a legrövidebb hitvallással történik természetesen, amikor érzed, hogy egy alapvető fontosságú, nagyon nagy szükséged van erre, és kinek nincs szüksége gyógyulásra, de, nyilván most az egész földi élet időnek a tartalmát kell figyelembe venni, mindenkinek jöhet olyan idő az életében, hogy igenis szüksége van az isteni gyógyításra, természetesen örülünk, hogy az orvostudomány ilyen fejlen, nem mond ellene az Isten gyógyító szolgálata az orvos tudomány praxisának, illetve további fejlődésének. Nagyon örülnénk, hogy tovább fejlődjön, sok olyan problémára találja meg a tudománya a választ, amivel az embereknek a földi életét jobbá teszi. De hála Istennek, hogy van egy természetfölötti forrás is, az a személy, aki teremtetted a testedet, az meg is tudja gyógyítani. Dicsőség Istennek. És éppen ezért, hogyha cipőddel van baj, bár most már nincsenek cipészek, de régebben az a cipész, aki megcsinálta a cipődet, és ha utána valami problémát lett a cipővel, elvitted a cipész, ezt meg is tudta tenni. Az Isten, ami alkotunk, ismeri a testünknek minden pontját, a legkisebb alkotó részeket, amiből fölépülnek a sejtjeink, a szöveteink minden tud a testünkről. Nincs olyan tudós, nem élt soha, aki úgy értene az emberi testhez, mint a teremtő. És a teremtő nem csak megalkotta testünket, hanem kész karbantartani, megújítani, meggyógyítani, sőt, fel is támasztani a halálból. Ha porrá válik az emberi test, ahogy jobb mondja, hogy tudom, hogy az én mesiás, megváltom, mesiásom, az utolsó napon megáll a porain fölött, és testben fogom meglátni őt. Tehát ez a gyönyörű igen, tartalmazza az, hogy olyan hatalma ereje van, gyógy ereje van a mesiásnak, hogyha porrá válik az emberi test, Egy, egy kis, még, még, még marék pornál is kevesebbé válik, még ebből is fel tudja támasztani az emberi testet, és helyre tudja állítani. Miért? mert Isten mindenható, minden fölött van hatalma, nincs a teremtett világban sem, semmilyen zárvány terület az élő világba, az anyagi világba, az embernek a testébe, lelkébe, szellemébe egyaránt bele tud avatkozni, és az ő tökéletes akaratának megfelelő változást tud létrehozni. Amikor ezt megteszi, akkor arról beszélünk, hogy csoda történt. Áldott az ő neve. Tehát, mit ígért itt Isten, meg Isten szelleme a profétán keresztül? Hogy a mesiás az embereknek a betegségeit viselni fogja, a fájdalmaikat hordozni fogja, vagyis itt a helyettesítő áldozatról van szó. Ugye Bibliában a helyettesítő áldozat azt jelenti, hogy a helyettesítő áldozatra helyezi az áldozóknak a problémáit, a bűneit és bűneinek a következményeit. És mondtam, hogy eredendően a bűn következtében jött be a világba a betegség. Amikor Isten megteremtette az embert, az első fejezetben azt olvassuk, hogy mindent megnézett a teremtett világban, és azt mondta Isten, hogy jó. Tehát nem volt betegség, nem volt korokozók, nem voltak kártevő lények, minden jó volt. A Ádám teljes mértékben egészséges volt, Éva is egészséges volt. A bűnbeesésnek a következtében tört be a látható világba természetfőti szintről, a gonosz szelemi lények részéről a betegségnek az erői. Tehát a betegség is nem fizikai eredetű, mindahogy az élet sem anyagi eredetű, hanem magától az Istentől származik az élet, a betegségek sem anyagi eredetűek eredendően, hanem bukott szellemi világból származik az a forrásuk, és a bűnbe esés következtében nyílt meg az az ajtó, amelynek következtében rájött a világra a rothandóság, a bomlás és a romlás folyamatát, előidéző kórokozók, és ennek következtében természetesen az emberi test is ki lesz szolgáltatva a fájdalmaknak, betegségeknek, vagyis a fizikai szenvedéseknek. Tehát erről beszél itt az ige, hogy a helyettesítő áldozat ugye az mindig tökéletesnek kell lenni, abban nincs betegség, és ezért történik egy isteni csere. A betegségeinket és a fájdalmainkat ráhelyezi a mesiásnak a testére, az áldozat testére, az áldozat testéből jövő egészség pedig ránk jön. Ez nem rossz csele, higgyétek el, hogy a rosszat leveszi, a helyére pedig a jót adja. A betegséget leveszi, és helyére pedig egészséget ad. Mondd meg! hogy a világban, az emberi társadalomban, az emberi kapcsolatokban ki olyan őrült, aki ilyen cserére, áruk cserére képes lenne. Én sem, hát nem ment el az eszem, azt mondanám, hogy egy rossz vacak autót, amit nem lehet használni, érte oda, én meg egy jó autót adok érte. Nincs ilyen, de Isten valami ilyesmit tett, hogy teljes egészséget adott Jézus Krisztus testében, és elvetett, ráhelyezte Jézusnak a testére a fájdalmainkat és betegségeinket, és nem csak ráhelyezte, hanem hordozta, viselte, fölvitte a golgotára, a keresztre, oda pedig ott odaszegezték a fára, vagyis azt jelenti, hogy ott véget vetett Isten, a betegségeknek és a fájdalmaknak. Tehát hol van a vége a te betegségednek és a fájdalmadnak? A megfeszítetnél és a megfeszítésnek az igazságából nyered meg a gyógyulásodat, az egészséget a tested számára, és vedd véget a megfeszít, Jézus megfeszítésének az igazsága, a testednek, a szenvedésének, fájdalmainak és a betegségeinek. Én már ugye előre rohantam, mert hát nem tudom türtöztetni a lelkemet, illetve számad, hogy ki nem mondjam azt, hogy a negyedik fejezetben található igérepet a nánzeti Jézus Krisztus maradéktalanul tökéletesen betöltötte. Nem csak a szomszédodnak a betegségeit és a fájdalmait vetette Isten a testére, hanem a te fájdalmaidat, a te betegségeidet, daganataidat is oda helyezte Jézus Krisztusnak a testére. Miért? Hogy te gyógyuljál meg, te legyél egészséges a Jézus Krisztus nevében. Tehát a betegség és a fájdalom őre lett helyezve. És e, itt nyilván az negyedik és az ötödik verszak, most nem részletesen magyarázom meg, mert a megváltásnak legalább három területét tartalmazza. De most csak a betegségtől való megváltásra, illetve megváltásra vonatkozó ígéretre figyeljünk. Ötödik verszak következőt mondja, ő hogy megsebesített, vagy hogy olva... nem olvastuk még közösen, olvassuk fel közösen, pedig a betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, mi azt hittük, hogy ostoroztatik, berettetik, és kinosztatik Istentől. És ő megsebésítetett bűneinkért, megrontatott a mi védkeinkért, békességüknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Amen. Miért? Mit jelent a sebei? Azt jelenti, hogy a hordozásnak és a viselésnek a végútját hogy felvitte a golgotai keresztre, és tudjuk, hogy keresztem a názeti Jézus Krisztusnak a kezét és a lábát oda szegeztették. És ez a, ezek az oda szegezések a názeti Jézus Krisztusnak a testében sebeket nyitottak. És ezek a sebek jelzik azt, hogy megtörtént és hitelessé vált, pontosabban legitimé vált, a csere. Hogy levette rólad Isten a betegségeket, a fájdalmakat, és téd az Isteni egészség. Hogy Jézus sebeivel, vagy Jézus sebeiben kétféle fordításban szerepel a magyar fordításban. Hogy már meggyógyultál. Történelmi tényként kény említi ezt, és tesz bizonságot az evangélium, Erről az ígéretről, hogy ezt az követelményt, tehát a megváltással szemben támasztott követelményt, vagyis Isten azt mondta, illetve meghatározta a mesiás számára, hogy nem csak az embernek a lelkét és a szellemét kell kiragadnia a pokolból, hanem az embernek a testét is meg kell neki szabadítania a betegségekből, a fájdalmakból, az erőtlenségekből. Ez egy isteni követelmény, amely természet, majd akarok arról be röviden utalni, hogy ennek a hogyan történik a megvalósulása. Tehát ezt a követelményt a mesiásnak be kellett tölteni. Ha nem töltötte volna be a mesiás, akkor nem ő a mesiás. És látjuk az evangéliumban, a názeti Jézus Krisztus földi szolgálatában, hogy ahogy föllépett Jézus Krisztus, miután szent Szentlélekkel, és visszajött a pusztából, a Szentléleknek az erejével, folyamatosan, minden nap tömegeket gyógyított meg, mindenki, aki hozzáment, és kérte a gyógyulást, az egészséget, senkit nem utasított el Jézus, mindenkit meggyógyított hogy meg van írva, hogy ő hordozta az erőtlenségeinket és a betegségeinket. Tehát a földi szolgálata ideje alatt is. A Izsajás proféta 53. 4. és az 5. verszakban található ígéreteknek a betöltéséről van szó. Hogy a mesiás a, a gyógyítással kapcsolatos ígéretnek a betöltésére figyelt, maximálisan eleget tett ennek az isteni követelménynek, ezért folyamatosan gyógyította a betegeket, akármilyen betegségben is szenvedtek, mindenkit meggyógyította a názárti Jézus Krisztus, mert ő hordozta a, az erőtlenségeinket és a betegségeinket a Golgotai kereszten, a földi szolgálatá alatt pedig már osztotta, tő, á, á, ö, megosztotta, átadta az áldozatnak, már az ő személyének az egészségét, gyógyító erejét a betegek számára. Ez így van a meg, feltámadás után is. Ahogy a földi szolgálatában szolgált Jézus, az azt jelenti, hogy a feltámadása után is így szolgál, csak nem a Földön, hanem a mennyből. Ma is az az ő akarata, hogy az emberek meggyógyuljanak, illetve a megfeszítés igazságai megvalósuljanak az embereknek az életébe, akik őt segítségül hívják. Ezért az új szövetségben Péter Apostol már tényként, múlt időben használja azt a híres nevezetes igét, amit nagyon sokszor idézünk erre vonatkozóan a Jákve Raffával kapcsolatosan, mert a Jákve Raffa nem más, mint a názerti Jézus Krisztus. Ez bizonyította a földi szolgálatában is, hogy ő meggyógyít minden betegséget, minden betegség fölött hatalma van. Nincs olyan betegség, aminek ne lenne ami ne lenne alárendelve Jézus Krisztus hatalmának. Nincs olyan betegség, amelynek olyan erő, olyan pusztító ereje lenne és hatalma lenne, ami ellen tudna állni a názeti Jézus Krisztus gyógyító hatalmának és erejének. Ezt bizonyítja az evangélium, hogy Jézus Krisztus a testnek is ura, helyreállítja az egészséget, és látjuk, hogy milyen öröm, extatikus örömmel fogadták az emberek a názeti Jézus Krisztusnak a gyógyító szolgálatát. Pál, Péter apostol a következőt mondja ezzel kapcsolatosan. 1 Péter 2.24. Tehát ő már a feltámadás, illetve a mennybe menetele után jóval írta meg a levelét és a következőt állítja. Az Ézsajás proféta 53. 4 és 5. verszakával kapcsolatosan. Aki a mi bűneinket maga vitte fel a testében a fára, hogy bűnöknek meghalván igazságnak éljünk, akinek a sebeivel gyógyultatok meg. Tehát mind befejezett történelmi tényt hangsúlyozza Péter, hogy ez megtörtént semmiféle misztikus elképzelést ne alakítsál ki magadba, hanem akkor tud ez működni, ha elfogadott történelmi tényként, hogy Jézus Krisztus mielőtt megszülettél volna, nem csak a bűneidnek a bocsánatát szerezte meg, hanem minden betegséget számára már megszerezte a gyógyulást. Kész a názeti Jézus Krisztusban a gyógyuláshoz. Tehát ezt állítja a hit. A hit történelmi tényre épül. Ugye a zsidókozit levél azt tartalmazza, hogy nem látott dolgokról való meggyőződés. De gyakran hajlamosak vagyunk mi arzt, arra gondolni, hogy a nem látott dolgok az mindig a mennybe van. Nem csak a mennybe van, hanem a láthatatlan dolgok lehet a történelemben is mert a történelmi tény is láthatatlan dolog, mert ez már megtörtént, de én nem voltam ott. Tehát nem kaptam érzékszerveimmel semmilyen bizonyítékot, csak a hirdetés alapján, hogy erről a történelmi tényről beszélnek, hirdetik erővel, hatalommal, kimondják tényszerűen, hogy mi történt a názerti Jézus Krisztus megfeszítésekor, hogy gyógyított meg, hogy vette le rólam a betegségeket és a fájdalmakat, és ezek helyett megáldott engemet egészséggel. Tehát amikor ez hirdetik, ezt ezeket a kijelentéseket fogadjuk be a szívünkbe, és ez hozza létre a hitet. Tehát ezért nem kell misztifikálni sohasem a hitet. A hit az világos, egyszerű, Tárgyal, tar, tárgyat tartalmaz, vagy mennyi dolgokra vonatkozik, vagy pedig olyan történelmi tényekre vonatkozik, amiben Isten avatkozott be, és minden történelmi, isteni beavatkozás az örök érvényű, mert pontosan az a lényege, hogy áttöri Isten, amikor halhatatlan, örökkévaló erejével behatol, a földi életbe és az időbe, akkor ki az esemény, amit ő tesz, vagy csoda, ki szétfeszíti az időnek a korlátját, és nem csak a kortársaira vonatkozik, amit a megszerzett Jézus Krisztus a földi szolgálat alatt, pontosabban a megfeszítése által, hanem minden korra vonatkozik, mert az örökké valóság jött be. A názerti Jézus Krisztus megfeszítésében, a, tehát a, te, a betegségnek, a fájdalmaknak az elvevésében ez örökkévaló igazság, megváltozhatatlan igazság. Évezredek elmúlnak, ez az igazság akkor sem gyengül meg, ugyanolyan valóságossá válik. Tehát mert az örökkévalóság jött be, nem egy ember végezte el, hanem a romolhatatlan, ahogy mondja a zsidókozit levél, hogy örökkévaló szellem által áldozta fel önmagát Jézus Krisztust. Tehát, és mivel, hogy ez ugyan történelmi tény, de olyan történelmi tény, amely a konkrét történelmi teret és időt áttörte, ezért ez örök érvényű igazságot tartalmaz. Állandóan kegyelmet nek a közvetítésére alkalmas és képes ez az esemény. Nem csak a bűnbocsánatot tudja közvetíteni a megfeszítés, a ténye, hanem a te, gyógy, a te egészségedet is. A egészségesét tud tenni. Ezért kell az Isten igéjét multidőben elfogadni, hogy sebeivel vagy sebeiben meggyógyultam. Mert ekkor te ugyanazt mondod, amit az Evangélium mond az evangélium mellé állsz. Nem ellentétes dolgot mondasz. És nagyon fontos megértened azt, hogy Istennek a kegyelme áldása, csodái, erői akkor szabadulnak föl, hogyha Isten oldalán állunk. Ugyanazt mondjuk, amit Isten igéje mondott. Ugyanazt állítjuk mi a szívünkben és a szánkkal, amit Isten gondol és mond, a názeti Jézus Krisztusnak a megfeszítéséről. És Istennek a, a, a názeti Jézus Krisztus megfeszítéséről az az örökérvényű álláspontja, hogy levette a te és az én, vagy mindannyiunknak a testéről a fájdalmakat és a betegségeket, a, 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 a szenvedéseket, és Jézus Krisztusnak a testére helyezte, aki testében fölvitte a Golgotai keresztfára, és azért vitte fel, hogy e helyet számunkra odaadja az ő egészségét. Hát ő egészséges, ő soha nem betegedett volna meg, mindmentes volt, áttatlan ember volt. Ő ha ezer évig élt volna a Földön, akkor sem lett volna beteg, még öreg ember se lett volna belőle. Soha nem veszett volna el a lelkéből és a szelleméből az erő. Ő egészen, mert a bűn a halál. Ott van a bűn, ott van a hervadás, az erőtlenés, a, ami, amit, aminek az a következménye, hogy elmegy az ember lelkéből, szelleméből az erő, és egyre gyengébbé válik. De olyan személy, mint Jézus Krisztus, akiben nem volt bűn, ő akár kétezer évig, hogy több, ne csak ezer évet mondja, vagy akár több ezer évig is, ha él volna a Földön, soha nem öregedett volna meg. A, a, soha nem veszítette volna el az egészségét. Mert állandóan tele volt Isten dicsőségével, Istenek a kenetével, Istenek a szellemével, tehát állandóan 2000 éven keresztül jó lett volna, persze Isten nem így gondolkodott, hogy itt lett volna 2000-3000 évig, és most is itt lakod volna, egyszerűen felkerestük volna, és meggyógyultunk volna. Természetesen ennek nem így kellett lennie. Ma hadd ne mondjam, hogy miért, mert a hitnek a törvény, akkor nem, a hitnek a korszaka nem, fog, nem jött volna be a világba. És akkor hogyan volna meg? Olyanok lettünk volna, mint a kafernami és korazini polgárok, akik körében nagyon sok csoda történt, ahogy János mondja, ha összeírták volna azt a rengeteg gyógyító csodát, a könyvtárak nem tudták volna befogadni azt a sok könyvet, amit, erről, amit ezekről lehetett volna írni. Tehát, és ugye tudjátok, hogy mit mondott Jézus Korazinról és Kafernaumról, mert a csodáinak három fő célja van. Az egyik az eszkatológiai jelleg, hogy bemutassa, milyen korszak fog jönni e korszak után. Amikor ezt az ö, régi, romlott, beteg korszakot fölváltja, az új korszak, akkor hatalmas nagy gyógyulás lesz világméretekben. Ritka lesz a betegség. A mennyben nincs betegség, de a következő korszakban is minimális, vagy egyáltalán nem lesz betegség. A második célja hit, hogy hit jöjjön létre Istennek a nagyságában, erejében. Mert ha nincs soda, nincs erő, akkor a hit üres, nem erőn alapul, nem Isten valóságán alapul. Az Istent nem lehet megfosztani a hatalmától és az erejétől. De ha nem látjuk Isten erejét és hatalmát működés közben, műszak közben, akkor a torz elképzeléseink és fogalmaink lesznek Istenről. A legtöbb embernek üres fogalma van Istenről, és üres hite van. A hit akkor születik, amikor látjuk Istenek az erejét, hatalmát működni az emberekben. Látjuk, hogy hol, hogy tölti be a, az Úr a Szentlélekkel az embereket, hogy gyógyítja meg őket a betegségekből, hogy üzik ki belőlük a démonokat, Ilyenkor nem sikoltozni kell, meg kiabálni kell az ördögről, hanem örülni kell, hogy Istennek a tulajdonságait ilyen közelről láthatjuk. Ez alakít ki bennünk reális képet Isten személyéről. Olyan embernek rosszul esik, amikor olyan dolgokat mondanak rá, amit nem a teljesítménye vagy a cselekedeti alapján mondanak rá, hanem teljesen hasra ültek az emberek, és ők gondolják róla. Mindig az ember a személy a cselekedetek által ismerhető meg. A cselekedetekben manifestálódik a személy. A szemét a cselekedetei alapján lehet megismerni. És Isten is erre tette a hangsúlyt. Hátra Hátravonult, errejtőzködött. Látjátok, milyen nagy ég van fölöttünk, magára húzta, mint a éjjel a fázol a dunyát, vagy a paplant. Ő az eget húzta magára, hogy ne lássuk. És ö, ö, megtörtént a történelemben a különböző beavatkozásai. És a beavatkozásai, a tettei az a személynek a megnyilvánulásai. A szemét és a tettet nem lehet egymástól elválasztani. Ugye mennyire rosszul esik, ha valami jó csinálsz, és úgy gondolod, hogy méltó az az embereknek a tiszteletére, és megfosztják a személyedet ettől a tettől? Rosszul esik? Persze, hogy rosszul esik. És valaki ellopja olyan a tiszteletedet, aki nem azt tette, az a manipulátor? Persze, hogy rosszul esik, igazságtalan. De Szeretném mondani, a föld életében ilyeneket is el kell szenvedni és el kell tűrni. Jézus is ezt átélte, sokszor szenvedő alanya volt, de a lényeg az, hogy az embernek mindig olyan tetteket kell tennie, amiben a személyisége, a természete mutatkozik meg. Ha te Krisztushoz tartozol, akkor a, a fontos, hogy a tetteidben is, a cselekedetedben a Krisztus természete nyilvánuljon meg. Hogy a tetteidből ismerjék fel, hogy te nem az ördökhöz tartozol, hanem Jézus Krisztushoz. Megnézem a tetteidet, megmondom, hogy ki vagy. A legfontosabb, ismérve az embernek a tett, nem véletlenül, hogy a bíró elé, amikor állunk, az egyik alapelf, ami alapján megítél bennünket. Micsoda? Úgy mondja a Biblia, hogy a cselekedeteink alapján. Ez az első legalapvető szempontja a bírónak, hogy a cselekedeteink alapján ítél meg bennünket. Tehát ugyanez vonatkozik Istenre, hogy nem lejött, nem mutatja meg az arcát, nem mutatja meg a szeme színét, nem mutatja meg a termetét, tehát nem ilyen külsőségeket akar veled megismertetni, hanem a tetteiből akarja, hogy őt megismert. Na most, amikor a keresztények kitalálnak egy olyan korszakot, hogy egy vasfüggönyt húzzunk föl, hogy nehogy már Isten cselekedjen közöttünk, akkor ott aztán is igazi, valóságos Isten ismeretre nem lehet szert tenni. Ezért mondja a zsoltáros, hogy kívánjátok Istennek az erejét. Mert az erő az képesség. És az Istennek az ereje, ha jelen van, akkor isteni képességek zajlanak, tehát a tettel való képesség meg tudja cselekedni. Azt, amit az ember nem tud megtenni. És ez sok esetben így van a betegséggel kapcsolatosan, nagyon sokszor sajnálatos módon felül haladja az emberi testben lévő gyógyító erőt. Tehát, hogy olyan sérelmet szenved el az emberi test, hogy nincs benne az embernek a testében az a potenciál, hogy ki tudja heverni a, a, a betegséget. Ekkor az embernek különösen, de kicsinél is fordulhatsz Istenhez, Istenhez kell fordulni, mert ő tudja az én potenciálomat, képességeimet fölnagyítani, ő tud pluszt hozni az életembe, ő teremtette engemet, ő tud ellenálló képességét tenni, ő tudja a sejtjeimet, szöveteimet, akár rákos, akármilyen problémával ö, ö, van megverve a test, az embernek a teste ő mindegyiket helyre tudja hozni, és egészséges szöveteket, egészséges sejtet, egészséges csontot, egészséges belső és külső szervekkel tud tégedet megáldani. Tehát a megváltás már megtörtént a múlba. Úgyhogy ez a lényege dolognak, ahogy tehát Mózesnek a fája, ami nyilvánvalóan a, a, a keresztfára mutat, illetve megfeszítésre mutat, egy hatalmas pozitív változás hozott létre az Exodus népével, levette róluk az összes fájdalmat és betegségeket, ugyanígy, ha tényszerűen mindenfajta okoskodás nélkül a szívedbe befogadott, a megfeszítésnek erre vonat, erre területre vonatkozó igazságait ugyanilyen fordulat áll be az életedbe. A betegséged miatti keserűség el fog múlni, édes lesz, az egészség édesé teszi az életedet. A gyógyulás, az öröm. A föl tud kelni az ember a kórházból egy olyan ágyból, ahol már ahol minden megfordul az embernek a lelkébe és ki tud jönni reménységgel, hittel, minden másképpen, mindent másképpen tud látni. A napot, a holdat, a csillagokat, az embereket, a növényeket, az élővilágok, minden más lesz. És tele lesz a szíved örömmel és hálával. Édes lesz az élet, hogy élek, 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 élek. Azt gondolom, nem csak én, ti is tapasztaltatok ilyent, ugye? Emeljétek fel a kezeteket, akik ilyen tapasztaltatok. Ú, sok kész van, aki... Ké... Tehát dicsőség az Úrnak. De az ember szeretné ezeket nem megtapasztalni, éppen ezért, hogy úgy tudod ezeket kikerülni, hogy nem várod meg, hogy a keserű után ismer fel az édest, hanem már ö, most is édesnek lásd, hogy élsz, és ezért Istennek adja a dicsőségedet. A tanítványok is a pünkösd után rendszeresen gyógy, ö, 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 gyógyították az embereket. Ugye abban reménykedtek Jeruzsálemnek a főpapjai, hogy a názeti Jézus Kézusnak a kivégzésével ez az egész sodakorszaknak egyszer s mindenkor a vége lesz. Többet nem fog fájni a fejük. Úgy, hogy de tévedtek csalódtak. Miért csalódtak? Mert a názáti Jézus Krisztus gólkotai kereszt áldozata örökérvényű. Nem egy hétig tartott, nem egy három és fél évig tartott, hanem hosszú, hosszú évtizedekig, évszázadig, évezredig tart. Nem jár le soha. Bármit is mond nektek, Kálvin János és Luther Márton. Nem járt le ma sem az Úr gyógyító szolgálata. És nézzük meg gyorsan az első nagy gyógyító csodát az apostolok cselekedetének a könyvébe. Ugye egy mozgássérült ember az ékes kapunál kéregetett, és meglátta Péter apostol, és János elment előtte, nézett az, apostolra ez az ember, apostolokra ez az ember, Alamizsnát várt tőle, és Péter azt mondta neki, hogy aranyom ezüstöm nincsen de amin van, azt neked adom. A názáti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! Abba a pillanatban ez a mozgás sérült, aki így született, fölállt, elkezdett ugrálni, táncolni, és hatalmas nagy figyelmet vont magára, mert ugye templomban történt, az volt Jeruzsálemnek, egész Judéának a szellemi centruma, és ez az ember nyilvánvalóan kiabálta, hogy meggyógyultam, meggyógyultam, meggyógyultam. Úgyhogy a csalódniuk kellett a főpapoknak, akik azt gondolták, hogy nem fog többet csoda történni a városban, mert Jézus meghalt, és ezzel el van rendezve ez a korszak. De nem így történt. Miután látták a csodát, akkor kíváncsiak voltak, nyomoztak. Mitől történt ez? Mi az oka annak, hogy ez a mozgás sérült, aki így született, meggyógyult. És ezért a Pálapostól, illetve Péter apostolt szőnyeg, elé, szőnyeg szélére állították. És olvassuk a 9 és a 10. verszakban a következőt. Ha e mai napon mi egy nyavajás, ugye beteg emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez, legyen tudatokra minnyájatoknak, és Izrael egész népének, hogy a názeredbeli Jézus Krisztusnak a neve által, aki ti megfeszítettetek, akit Isten föltámasztott a halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben, vagyis egészségben. Tehát világossá tette itt Péter a, a, apostol, azt, hogy Jézus Krisztus a Jakfe Rafa. Ebben a népben tudja a hívő ember átadni a názerti Jézus Kisztusnak a gyógyító erejét, illetve befogadni, elfogadni a názerti Jézus Krisztusnak a gyógyító hatalmát. Tehát így kapta meg ez az ember is és azóta is ez így működik, mert a névben benne van mindaz, amit a názáreti Jézus Krisztus, maga a személye is, de amit cselekedett, amit megszerzett az emberek számára. A név, a názáreti Jézus Krisztus neve tartalmazza mindazokat az isteni javakat, amelyeket a megváltása által megszerzett Jézus Krisztus az Istentől, az emberek számára. Úgyhogy nem csak a Jákve híre, hanem a Jákve Rafa. Rafa a gyógyulást is tartalmaz ez a, ez a név. Ezért ezt a nevet kell használni. Péter is ezt a nevet használta, tele volt természetesen Isten erejével, jelenlétével, ugye nem felejtettétek el a névnek a, a formális használata, és a tartalmi érdemi használata között óriási különbség van. Mózesnek ugye már Isten megígérte, hogy veled vagyok. Fölkente, találkozott vele Isten erejével Mózes, és megígérte neki, hogy vele van, és utána jelentette ki az Isten a nevét, hogy Jahve vagyok, aki vagyok, vagy vagyok, aki leszek. Tehát többféle fordításban is szerepel a Jahve vagy Jehova kifejezés. A Mózesnél sem üres szó volt, hanem Istenek az erejét, természetét, hatalmát hordozta, és látjuk Mózesnél akár pálcájának használatával, akár a kijelentéseivel, hogy képes volt kimondani az Istenek a dolgait, és ezért történtek általa fantasztikus dolgok. Ugyanígy látjuk Péternél, hogy nyilvánvalóan, hogy megkapta Isten ereje által a nevet. Figyelj ide, vízkerességkor, te olyan keresztelésen mész keresztül, vagy leve valóságosabb keresztelésen, mint az első. Illetve sokatok lehet, hogy nincsen megkeresztelve. Tehát amikor rátették az emberre a polgári nevet, és ez a polgári név jelzi azt, hogy többnyire hogy ki az apám, kitől származok, ki a, a természetes életernek a forrása. Az újjászületésnél mi történik emberek? Ráteszi teszi az Isten a nevünk, nevét az életünkre. Miért? Mert valóságosan az újjászületés születést jelent. De nem a természetest, hanem szellentől és víztől. És az egy sok vívmánya van és gyümölcse van a újjászületésnek, például a szellemünk megelevenedik és életet nyer, de az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy aki aki megteremtette az újjászületés lehetőségét, aki meghalt helyettünk, akit eltemettek érettünk, aki föltámadott érettünk, hogy annak a személynek a nevét Isten ránk helyezi. Dicsőség Istennek! Amen. És miért? Azért, hogy olyan úgy hordozzuk ezt a nevet, ahogy mondja az, az úr Pálapostolnak, hogy, hogy azért választottalak ki hogy a nevemet hordozzad. Királyok előtt, urak előtt, szolgák előtt, stb. Valóban minden provinciába megfordult akkoriban, legalábbis a, jelentőségi, a jelentős provinciákban, Pálapostól, és hordozta az Úrnak a nevét. És hogyan hordozta Pálapostól az Úrnak a nevét? Úgy, hogy ahogy ment, és hordozta nevét, nyilván együtt kellett működni Istenek az igazságával. Mindenhol Isten ennek a névnek az erejét és hatalmát kijelentette az embereknek. Ezért rövid időn belül minden provinciában Krisztust követő egy emberekből álló gyülekezetek jöttek létre. Pálapostolnál is a, a név az valóságot hordozott benne volt a pálapostól életében a názati Jézus Krisztus. Azért utalag a itt levélben, hogy is dicsőíteték a bennem lévő Isten. Ez nagy szó. Hogy ilyen így átadta magát a névnek. Hogy nem a polgári neve volt fontos számára, meg is változtatta, Saulból Pál lett, de legfontosabb az, hogy Krisztusi. Jézus Krisztus nevének a hordozása. Ezt az áldott szent nevet adta ránk Isten. Amen. A neve olyan, mint a drága kiöntött kenet. Kenet a név. Ami megtöri az igákat, ami jogosultá tesz engemet mindazokra a javakra, ami Jézus Krisztusé. Ha apától kapsz egy nevet, gazdag apád van, te vagy az apád öröksége, örököse, akkor nyilván nagykorú örökösről beszélek, akkor a neved miatt te az apádnak az örökségét birtokba veheted, nyilván törvény rendtartása szerint. Mivel, hogy Jézus Krisztus nevét odatta Isten, ezért mindaz, ami Jézus Krisztusé, ahhoz nekünk jogunk van. Ez a lényege a keresztény életnek. Hosszú ideig agymosásban részesítették a keresztényeket, és a nincs nincstelenségnek az utcáján vegetáltak. És elfelejtették őket tájékoztatni, hogy minden, ahogy pálapostal, minden a tiétek. Krisztus élet, minden a tiétek. Krisztus pedig az Istené. Tehát a név az jogot jelent, a név az hatalmat jelent, Jogot jelent arra, hogy birtokba tudjam venni Jézusnak a természetét, Jézus Krisztusnak az életét, Jézusnak a hatalmát, Jézus kézusnak a gyógyító erejét, egészségét, áldásait. Tehát ez a név nyitja meg az Isten természetfőti birodalmát az ember előtt. Sokkal többet tudtak ókorban a névnek a jelentőségéről, a névnek az igazságáról, mint ma. Ma azt gondolják, hogy a név csak jelöl egy létezőt. Ókorban nem ezt gondolták. A név az hordozza a létezőt, vagy létezőnek legalábbis lényeges tulajdonságait. Úgyhogy meg kell változtatnunk az Isten nevével kapcsolatos gondolkozásunkat, és ezzel kapcsolatosan ö, 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 a változásnak is kell állni, beállni a szívünkbe és a szánkba, hogy ne mondjuk ki felelőtlenül Istennek a nevét. Ne mondjuk hiába való dolgokra Istennek a nevét. Szent módon Isten félelemmel használjuk, amitől óv, az evangélium az uram-uramozástól. Tehát, mint a papagáj, úgy mondják az emberek Istenek a nevét, mint Jézus Kisztus nevét. Inkább ne szólj semmit. Ha nem tudod hittel és megfelelő szentségben, tisztelettel kimondani, inkább hallgass. Jobban jársz. Mert ebben évben gyakran fölszabadul a menny. Leszáll a földre, ha jól használjuk ezt a nevet. Péter tehát ezért mondta, Aranyom, ezüstöm nincsen. De Jézus Krisztus nevében mondom, kelj föl és járj. Abba a pillanatban átadta ennek a szerencsétlen beteg embernek azt az örökséget, amit ö, ö, számára is megszerzett, de soha nem tudta volna birtokba venni, ha Péter nem mondja ki, ebben névben lévő egészséget, hatalmat, erőt. És abban a pillanatban látjátok, hogy megragadta a testét, azokat a testének azokat a részeit, amely élettelenek voltak, hogy abban a pillanatban elkezdődött a testnek a megelevenedése, újra működőképes lett, és abban a pillanatban tisztában volt ez a fickó, hogy föl tud kelni, sőt, életében először elkezdett ugrálni, táncolni, futni. Adja Isten, hogy sok ilyen csoda történjen. Amen. Tehát, Jakerafa, még sok név van sajnos, mindegyik olyan fontos számunkra, hogy az időnk menj, de, de hát még egy-két dolgot hadd mondjak el ezzel kapcsolatosan. Annak ellenére, hogy ma is gyógyít Jézus Krisztus, de látni kell, hogy a világ, a Föld, ahogy Pál mondja, a rothandóság igája alatt áll, és várja, szinte sóvárogva, az Isten fiainak a megjelenését, pontosan azért, hogy a rothandóság igája alól föl tudjon szabadulni. Tehát a föld számára is, Jézus nem csak egyesek számára, vagy az egyház számára hozta el a gyógyulást, hanem mindenki számára. És az egész föld meg fog gyógyulni. Ez jól látható az izajás 35-ben, hogy amikor test visszajön a földre, hatalmas, nagy gyógyító hatalom, erő száll le a földre, a Názárt Jézus Kisztus személyével, nyilvánvalóan fognak olyan események történni, amely bizonyos rétegek számára nem kedvező, de hát a, 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 tulajdonképpen az igazság szolgáltatás az, az igazság szerető embereknek öröm. De ugye lesz igazságszolgáltatás. De az igazság szolgáltatás szerencsésen és nyertesen átélő a, a, a emberiség, az, az, az ugyanolyan élményt él át, mint Izrael fiai exóduszkor. Egyetlen egy beteg nem lesz közöttük. Amen. Amen. Tehát a mostani gyógyulások, ami az egyházban, meg az egyház által kellene, és imádkozzatok, hogy minél több legyen, minél ö, ö, inkább szolgáljon a Szentlélek a harmadik, ugye, a szolgálat. Mondtam, hogy a jövőre mutató jelentéstartalma van a gyógyulásnak, hogy eljön egy olyan korszak, amikor nem lesz betegség. Emlékszek rá, amikor fiatal volt, ami általános iskolás, akkor még nagyon optimisták voltak a szocialisták, a kommunisták, és azt mondták, rövid időn belül a betegséget le fogjuk győzni. Hát ez nem ment. Ugyanilyen optimizmusban most Egyesült Államokban, transhumanizmustól, mindentől várják azt, hogy na, forradalmasítják az embernek az egészségi állapotát. Egyetértek, mindent el kell követni, hogy az emberi, földi életminőségét javítani kell, és ha egymond van rá, az élet időtartamát is ki kell tolni, mert azért, azt mondják a szakemberek, azért benne van a testünkben egy, most is egy 120 év. Ezt el tudja érni a tudomány. De örök életed véleményem szerint ezt nem tudja, mert ahhoz, hogy örök életű legyen az ember, ahhoz a szellemet ben kell tartani az embernek a testében, mert a szellem az, amely az embert élteti. Erre pedig csak egyetlen egy személy képes, maga a mindenható. Persze, én értékelem az emberi erőt, az emberi erőfeszítést, és különösen ennek a gyümölcsét, az eredményeit, a fejlődést, az előrehaladást. Tehát én nem vagyok negatív vagy színikus ilyennel kapcsolatosan, de ugye azért tudnunk, tudnunk kell különöse hívőknek, bibliai világnézettel rendelkező embereknek, hogy a természetes erőn alapuló fejlődés, az korlátok közé van szorítva. Mert a szellem fölött nincs uralom. A szellem, mivel hogy Istentől származik, Istennek az uralma alá tartozik, és a szellemet kiszólítja az emberből az Isten, akkor aztán akármilyen nagyszerű orvosi ellátásban és csúcs techn ezzel kapcsolatos csúcs technológiával rendelkező környezetben él valaki, akkor is vége van. A szellem elmegy, az pedig Isten kezébe van, utána már marad egy holt, test. Élet nélküli test. Tehát éppen ezért Isten tudja ezt megadni, és meg is fogja adni, megérte, hogy megteszi. Tehát Jézus Krisztusnak a földre való visszatérésével valóban egy hatalmas, nagy, rövid időn belül egy olyan gyógyító hullám árad ki, hogy a Jákfer Rafa a mára az édes lesz. A Földön a fizikai élet, a testben való élet is édes lesz. Boldogok lesznek fizikai testükben is az emberek a következő korszakban. És beteljesedik az, amit Jelenések 21.4 mondott, hogy sem fájdalom, nem lesz többé. Tehát ez, arra, ez az ígéret arra vonatkozik, hogy nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, nem lesz erőtlenség, mert tele lesz a Föld, Istenek az ismeretével, és Istennek a dicsőségével, és a dicsőséggel, és Istennek a jelenlétével, vagyis az erővel, hatalommal folyamatosan tudnak érintkezni az emberek. Rengeteg gyógy, erővel rendelkező növény lesz a Földön. Sokan azt gondolják, hogy a Biblia mese, Biblia legende. Ezt 300 éve kitalálták, csak úgy hasra ütve, semmiféle tudományos eredmény nem igazolta azt, amikor először megfogalmazták a Bibliával kapcsolatosan, hogy mese, legenda, mitosz. Ez bizonyos emberek meg lehet érteni a világnézetükből, hogy miért ítélték így, és szajkozzák az emberek, nem néznek utána, se előtte, se utána, és 300 éves előítéleteket, világnézeti előítéleteket, ráadásul ezek a világnézetekről már bőségesen bebizonyosodott, hogy semmiféle tudományos alappal nem rendelkezik, de folyamatosan vádolják a Bibliát, hogy mese, mitosz, stb. és így tovább. Sajnos, sajnos tévednek ezek az emberek, bár ne tévednek, a Biblia az valóságos tényeket közöl, és ha nem közölne tényeket, ti ma nem lennétek itt. Mert a legtöbb ember valóságosan találkozik Istennel, persze, hogyha valaki nem találkozik Istennel, az nem is tudja elképzelni, hogy van ilyen. De hát a világon, a minden nemzetben egyre többen találkoznak Istennel, nagyon sokan ma már átélnek Istennel kapcsolatosan gyógyításokat, szabadulásokat, és hát ezeknek az, ezeket az embereknek a, a sok esetben empirikus tapasztalatait nem lehet lesöpörni az asztalról. Tehát ez, ehhez nagy kevésség kell, és felfovalkodottság kell, hogy ezekre az emberekre rámondani az, hogy a tudatot ferde, vagy hamis, hamis és illuzórikusan tükrözöd a realitásokat. Miféle hogyan írt tükrözem én illuzórikusan? A, a valóságot, ha egyszerűen megtapasztaltam Isten erejének a működését. Az nem illúzió, hogyha az ember megtapasztalja, hogy Istenek a jelenlétében van, ha elönti a szellemét és a lelkét, a testét, Isten szellemének a hatalma és ereje, és betölti például a Szentlélek, már az sem illúzió, az is hatalmas nagy találkozás Isten jelenlétével, az, hogy meggyógyul a betegségeiből természetfölti beavatkozás eredményeképpen, ilyen bizonyságok ma már egyre több ember számára tények. Talán vannak nálatok is. Hányan tapasztaltatok meg a földi életetekben, illetve a keresztény életetekben, hogy Isten gyógyít. Akkor tett fel a kezedet, hogyha tényleg volt az életedben olyan gyógyulás, amire azt tudod mondani, hogy ez Isten keze. Nem mernék vitatkozni veled, hogy nem így van. Hát te ezt eltélted, én tisztelek annyira, és látom a szemeden és az arszodon, nem vagy bolond. Tudod, hogy mit beszélsz. Tehát a személyes tanúságot, személyes bizonyságra nem lehet azt mondani, hogy mese. Ehhez nagy kevésséggel és gőkkel, hogy feltételi az ember azt, hogy tömegével az emberek hazudoznak. De a legtöbb támadó, akik támadják a gyógyulást, támadják Istenek a természetföldi hatalmát, erejét, ilyen nagyon-nagyon bizonytalan, illetve alapon a nélkül, fundamentum nélküli feltételezéseket fogalmaznak meg biztos tényként. Holott semmiféle alapja nincs az ő vádaskodásuknak. Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Tehát, de nem is törődjetek azzal, hogy ki mit mond, arra törődjetek, akik azt mondják, mint Istenének az igazsága, és ha azt hallgatod, akkor te magad is meg fogod tapasztalni, hogy Jézus Krisztus sebeivel meggyógyulsz. Meggyógyultál. Ezek tehát zajlanak, ezek a munkák, -e csodák, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is a szükséged van, és Istenhez fordulsz, nem fogsz csalódni és éppen ezért ezt a drága, szent, hatalmas, nagy nevet tisztelettel, tisztasággal, szentséggel hordoz az életedben. Tiszta edényben legyen -e az Úrnak a neve. Hogy amikor baj, a szükséged van ennek a névnek a használatára, akkor tele legyen ez a név hatalommal, erővel, kegyelem közbe, köz, közvetítő képességgel. Hogy úgy tudjad kimondani, úgy jöjjön ki a szívedből és a szádból, hogy birtokba tudjad venni, vagy közvetíteni tudjad embertársai számára azokat az isteni javakat, amire neki szüksége van, ami által kijön a nyomorúságból, kijön az elesettségéből, és megtapasztalja, hogy őt is szereti az Isten, és nem feledkezett el róla. Dicsőség Istennek! folytatni fogjuk. A Jakfe nevével kapcsolatos igazságokat szerettem volna a négyről beszélni, egy sikerült belőle.